Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Ma egy olyas valakivel találkozunk, aki hosszú idő után eljutott addig, hogy szívesen olvassuk a könyveit. Annál is inkább, hiszen egészen különleges stílust képvisel, és azt hiszem, hogy itt Székesfehérváron bővelkedünk ugyan irodalmárokban, de ő egy különleges személyiség így is, úgy is. Egy Zilahi L. Ágnes, aki pedagógus, aztán egyszer csak jöttek a novellák, a kisregények, majd most a regény, amelyről meg is mutatok, Szeretet avagy kárhozat, ez a legújabb kötet. Erről is fogunk beszélgetni természetesen, és én azt gondolom, hogy egy József Attila idézettel vezetném fel ezt a beszélgetést. Ő azt mondta, hogy az Isten itt állt a hátam mögött, és én megkerültem érte a világot. Ez azért is fontos gondolat ide, mert hogy hosszú-hosszú ideig pedagógusként tevékenykedtél, tanárként dolgoztál, pedagógiai szakcikkeket írtál, és egyszer csak ott termett a kezünkben néhány novella után egy fantasztikus kis regény. Kezdjük talán a pedagógus hivatással. Ugye ez teljességet kíván és megerősítést ad napról napra az ember fiának, ha valaki tanárként sikeres. De mi kell ahhoz, hogy ez valóban hivatássá váljon, és mi kell ahhoz, hogy aztán elinduljon egy másik úton? Hát szerintem a szülői példa. A szüleim is pedagógusok voltak, és hát illetőleg az anyukám sokáig, édesapám utána a megyei tanácson dolgozott, de nem szakadt el az iskoláktól, és az ő munkájuk, az gyakorlatilag, hát ebben éltem, én is az iskolai rendezvényeken ott voltam velük, a táborokban, amit édesanyám szervezett, tehát nagyon-nagyon lelkesen végezték a munkájukat, és ezt a hivatás érzetet adták át tulajdonképpen nekem is. És nem volt egyáltalán ez probléma, hogy én milyen hivatást válasszak, hanem ez alapvetően jött, hogy én is ugyanerre az útra térjek. Nagyon érdekelt a kezdettől fogva a pedagógia, és a pályám kezdetétől fogva mindig a megújulásra törekedtem. Tehát például az első években már például a komplex tanítással is foglalkoztam, tehát hogy lehet a magyar tanítást, a magyart úgy tanítani, komplex módon megközelíteni, tehát másképpen, mint általában. Gyakorlatilag akkor mondhatom, a Schönherz általános iskolában dolgoztam, és a Csanádi Magdi néni nekem a tanárom volt a Béketéri általános iskolában, és őt emelték ki. Ő egy nagy, rendkívül kreatív, tehát a maga nevében, abban az időben azt lehet mondani, hogy egy nagyon kiváló igazgató volt, és minden újdonságot befogadott az iskolájába. Erre törekedett, erre inspirálta az ott tanító nevelőket is, és így már ott is lehetőségem volt például az iskola tévébe bemutatkozni. Monták Imrének volt abban az időben a Jót című műsora, és akkor még ez nagyon újdonság volt a tanításban, hogy a szép kiejtést, a helyes légzőgyakorlatokat is a tanításunknak a részévé váljon. És ott is ezt a komplex törekvéseimet gyakorlatilag felvették, és ez is adásba került. Tehát, de ez végig úgy gondolom, hogy tehát mind az, hogy munkaközösségvezető voltam már egész fiatalon, és a tanítónak a pályázataiban részt vettem. Most is a Szilágyi Imréné, aki 80 éves már, ő volt a Tanító című szakmai folyóiratunknak a főszerkesztője, és felkértek arra, hogy írjak pár kedves gondolatot, mert egy albumot kapott a születésnapjára. És örömmel tettem, mert rengeteget publikáltam az ő szakmódszertani folyóiratában, és ezt meg is köszöntem, mert hogy ennek lehetőséget adott,
mert ebből nagyon-nagyon sokat tanulhattunk. A pályám során, tehát a tanítói végzettségem mellett, a Szombathelyi Tanítóképzőintézetben végeztem, utána a Debreceni Kossuth Lajos Tudomány Egyetemen nemzetközi tehetségfejlesztő szakot végeztem, majd pedig tovább folytattam itt már mint Debreceni Egyetemen a tanulmányaimat, ahol pedagógiai szakos tanári végzettséget szereztem. Majd itt szakértőként tevékenykedtem, szaktanácsadóként és szakértőként, és szakértőként csak az tevékenykedhetett, aki publikált, illetőleg előadásokat tartott. A pedagógiai intézetnek voltam a munkatársa, majd a Körpinek, amikor átalakult, és természetesen tanítottam. Nagyon fontosnak tartottam a gyakorlat és az elméletnek az egységét, és azért is maradtam, hogy tanítsak is, de ugyanakkor a továbbképzéseket is vezessek, bemutató tanításokat szerveztem, nagyon sok projektet írtam, de munkatankönyvet, tehát tulajdonképpen itt teljesedtem ki szakmailag. Tehát ez egy teljességet adott mindenképpen a pedagógus hivatás, és hivatás lett belőle mindenképpen. Így van, tehát így nem van. Összességében csak egy munka, amely fontos természetesen, annál is inkább, hiszen azért tudjuk, hogy a magyar nyelv tanítása az mindennél fontosabb. Ezt Sobor tanár úrtól, Román tanár úrtól, Mohácsi tanár úrtól is megtanulhattuk. Ugyanakkor jött a motiváció. Ugye kevesen tudják, és még kevesebbet beszélünk arról, hogy Zilahi Lajos író, aki méltatlanul szégyenteljes módon évtizedekig nem került az olvasóközönség kezébe, mármint Zilahi regény, a rokonsághoz tartozik. Ez valamennyire motiváció volt, amikor a szépírással kezdtél foglalkozni? Igen, igen. Azért is, mert sőt, még a szakmailag is azt mondhatom, hogy motivált, mert ő is foglalkozott tehetséggondozással. A budai villájában szeretett volna egy tehetséggondozó iskolát nyitni, és csak a háborús körülmények ezt nem tették lehetővé, és gyakorlatilag az itthoni változások miatt, amikor ugye Rákosi azt mondta, hogy szürke eminenciásokra van szükségünk, nem pedig kimagasló tehetséges emberekre, tehát akkor úgy gondolta, hogy itt neki már nincs helye. De amikor ő Amerikába költözött, illetőleg ott is végig ez a gondolat nála megfogalmazódott, hogy erről nem mondott le, hogy valamikor úgy fog ide visszajönni, tehát körülbelül az 74-ben szeretett volna itt ide visszajönni, csak már megromlott szegénynek a szegénységügyi állapota, és erről a tervéről végig nem mondott le. Viszont sajnos nem jött össze anyagilag az a pénzösszeg, amivel ő ezt meg tudta volna valósítani. Tehát a Halálos tavaszt koprodukciós filmben még egyszer szerette volna forgatni, de ez sajnos kudarcot vallott. Ugye azt tudnunk kell, és a nézők is talán tudják, de ha igen, akkor is felhívom a figyelmet, hogy a minden idők legnépszerűbb magyar írójáról beszélünk, mármint az angol nyelvterületen és szerte Európában és Amerikában is mindenképpen. No, tehát ez valamelyes motiváció volt. Igen, ez de is. De hogy kezd hozzá valaki, aki remek tanár, nagyszerű szakcikkeket ír, hogy leírja azokat az irodalmi gondolatait, amely egy teljesen más milliót kíván, hiszen el is kell helyezni? Hát, amíg szakcikkeket írtam, tehát mint szaktanácsadó szakértőként is tevékenykedtem, ott napra készen kellett lenni, tehát toppon kellett lenni a szakirodalomban. Nem volt arra időm, hogy úgy mondjam, hogy szépirodalommal foglalkozzam. Ez teljesen más terület. A szakirodalomnak ugye megvannak a módszertani struktúrái, tehát azt vagy tudja valaki, vagy nem, vagy tudja publikálni, vagy nem a szakcikkeket, és a szépirodalomhoz egy nagyon nagy nyugalom kell, hogy az ember azt írja, és csak azzal foglalkozzon, mindent kapcsoljon ki. Én legalábbis így látom. De hogy találtál stílust magadnak? Erre ezt senkit nem akartam másolni.
Tehát nekem, mint ahogy itt, mint a szakirodalomban szakcikkeket kellett rengeteget olvasnom, itt is nagyon sokat olvastam. Verseket olvastam, regényeket olvastam, és már úgy olvastam, hogy milyen írói technikákat alkalmaz az illető. Ezt csak tájékozódásképpen. Tehát itt is gyakorlatilag az embernek fel kellett nőnie ahhoz, hogy valamit megírjon, de és később nem az elsőt mondom, hanem utána a másik kettőt, mert azoknál már úgy érzem, hogy ott is javítani kell állandóan az embernek a stílusát, az írói stílusát, a kifejezéseket. Tehát, hogy még jobbat tegye le az ember az asztalra, meg legyen ez az igényesség benne. Ne egyforma dolgot írjak, hanem mind más és más legyen. De akkor is legyen egy sajátos stílusom. Én úgy gondolom, hogy ne izzadságszagú legyen azt, amit írok, hanem hogy gördülékeny legyen a stílusom. Benne. És akkor most kezdjünk bele. Nyilvánvaló, ahol egy pisztoly van az asztalon, megszólal, mint a krimikben. Itt igen. is van egy fantasztikus szobor. Nézzük meg. Igen, ez hát a utazunk, szobor. Utazunk el Balira. Igen, utazzunk el Balira. Hát Bali az egy nagyon csodálatos élmény volt, és egy különleges világ. Ezt nagyon sokan elmondhatják, akik eljutottak Távol-Keletre, és különösen ide Balira. Teljesen más világ, mint az európai embernek a világa. Tehát az embert az biztos, hogy rabul ejti, és egy kicsit másképp kezd gondolkodni a világról. Balin olyan nagy szerencsénk volt, hogy az idegenvezetőnket úgy hívták, hogy August, akivel tulajdonképpen a bali túrákat végigjártuk, és mindazokat a gyönyörűséges, szép helyeket, úgynevezett szent helyeket, ezeket felkerestük, a természeti szépségeket, és mindenről szépen beszámolt. Tulajdonképpen a kis buszában talán négyen, időnként hatan utaztunk, és bejártuk gyakorlatilag a szigetet. És megszületett a lányok, és megszületett anyák utazások. Így nos, van. Én látom, hogy van egy jegyzet, akkor kérlek szépen, én addig elveszem igen. ezt a szobrot. Igen, ez tulajdonképpen a Visnunak a szobra, mert Visnu, Shiva és Brahma, tehát ők tulajdonképpen a főistenük. A szigetnek a 80%-a, már mint Bali, hindu vallású, és van ugyan egy ökonomikus templomuk is, tehát akik nem hindu hívők. Most hagyd mondjam, ami nagyon érdekes dolog, hogy ezt a vallást tulajdonképpen egy jávai brahma főpap terjesztette, Balin keresztül kasul, hogy úgy mondjam, és mivel ők mindennek, minden dolognak, tehát amit a természetben található, felelhető minden dolognak, valamilyen érdekes meséjét, hogy úgy mondjam, találják ki. Mesevilágban élnek, ezt tudom mondani, de ezt ebben ők rendkívül módon hisznek. Most ebbe hagyj támasszam alá azzal, hogy a Tanakhlat, ez egy úszó templomnak nevezik, és ennek a története pedig az, hogy ez a főpap, akiről, a jávai főpapról, akiről beszéltem, a szent helyén éppen elmélkedett, és egy fénycsóvát látott. Ez a fénycsóva elvezérelte egy forráshoz, a forrás mellett pedig egy hatalmas nagy sziklához. Ez volt az a szikla, és megkérte a tanítványait, hogy ide egy templomot építsenek. A kendőjéből pedig két kígyót varázsolt elő, egy pirosat és egy fehér kígyót, és ezek a kígyók a szikláknak a repedéseiben élnek. Ezek mérges kígyók, és ezek védik tulajdonképpen ezt a templomot. Igen, és ennek a szigetnek az az érdekessége, hogy ez, amikor dagály van, olyan, mintha úszna a vízen. Apály esetében lehet megközelíteni, de kijelölték a turisták számára azt a helyet, ameddig mehetnek, a templomba, ott nem tehetik be a lábukat. Na most itt van ez az érdekesség, amit elmesélt nekünk az August, hogy volt egy tajvani házaspár,
és a fiúkkal együtt ők is meglátogatták ezt a templomot, és hát a kijelölt nem tartották be azt a szabályt, hogy csak a kijelölt részen lehet tartózkodni, hanem beljebb mentek, és onnan készítettek fényképet. Igen ám, de egy hatalmas nagy hullám az a családot elkapta, hogy úgy mondjam, és tulajdonképpen a tengerbe lelte a fiúk a halálát, a házaspár ugyan megmenekült. És azért mondják azt, hogy a tengeristene megbüntette őket, mert nem tartották be azt a fogadalmat, hogy nem szabad beljebb menni, mint amit értem. Kijelöltek a turisták számára. Akkor ebből kérünk egy rövid részletet, mert hogy azt hiszem, hogy ez rendkívül fontos. Igen. Most a sziget túrából szeretnék akkor egyet kiemelni, ez pedig a kintamani kilátóhoz indultunk. Ez egy kőből készült lépcsősorok visznek fel a magasba. Vulkáni kőből készült korlátját színes istenszobrok díszítik. Felérve pazarkilátás nyílik 1717 méter magas, még ma is aktívan működő Batur vulkán kráterére. Tiszteletünkre felemelte felhősipkáját, talán megérezte, hogy egy távoli országból jöttünk, és gyönyörködni szeretnénk benne. A vulkán peremén belül egy hatalmas kék tó, a Batur-tó terpeszkedik el, és a partján a települések, melyek madártávlatból Liliputinnak tűnnek. A helyiek szerint a vulkán Devidanu vulkáni Isten, most azért mondom így, mert így beszélt August, aki egy év alatt tanulta meg a magyar nyelvet, ezt azért hagyd mondjam meg, hogy ez nagy valami volt. Ottani, tehát még egyszer, a helyiek szerint a vulkán Devidanu vulkánisten otthona, ezért a tó környékét szent helyként tisztelik. A tópartján sok őszi szent fa, banyanfa él. Ilyet láttatok a szent forrásnál feldíszítve, szok ajándék, magyarázta picit lihegve August. Ilyen banyafát lehet látni, aki esetleg Cipruson jár. Makareusz érseknek a sírjánál ott is van egy ilyen szent fa, ami szintén szalagokkal díszített. Ezt csak megjegyzem. Ja igen, folytatta August. A fa maga az égistennő földi reinkarnációja. Ebbe hisznek. A legenda szerint az égből szállt alá, és hozzáment a jávai herceghez. A gyerekeik azonban meghaltak az istennő parfümjének illatától. A herceg, hogy legalább egy gyermeke életbe maradjon, megtiltotta a falusiaknak, hogy halottaikat elégessék, hát ha a bomlás szaga elnyomja az istennő illatát. Igen, ja, így van. Tehát amikor valamin gondolkozott, akkor és nem tudta folytatni a gondolatait, akkor előszeretettel használta ezeket a rövid kifejezéseket August. A kilátó éttermében megtöltöttük korgógyomrunkat, addig az idegen vezetőnknek kijelölt helyen végezte a szertartást August. Majd a kanyargós hegyi utat frissen bevéve, lejjebb és lejjebb ereszkedve, úgy 1200-900 méteres tengerszint feletti magasságban Penelokán fűszerkertjéhez érkeztünk, kávécserje ültetvények és a balinhonos növények kertjébe. Fűvészkertjében kávé, kakaó, vanília, szegfűszeg, szerecsendió, kurkuma. Itt élő cserjék, fák, bokrok láthatók. Egy hatalmas ketrecben pedig termetes macskára, vagy inkább mókusra hasonlító állat sétált föl alá, köreit róva. Ez a mi híres kupiluvi mackánk, a cibet macska kávékészítője, mutatott rá az állatra August. Az állat sötét színű, tömött bundájú, mókusra emlékeztető. A farka szinte olyan hosszú, mint a teste. A sötéten csillogó szemei fölötti szőrét a természet világos színűre melírozta. Miután megeszi az édes kávégyümölcsöt, csak a legízletesebbet harapja le az ágról maggal együtt. Nem köpi ki, vágott közbe a 23 éves. Nem, nincs rá ideje, vette a tréfát és mosolyogva folytatta. Nagyon-nagyon szereti a finom kávébogyót. Na igen,
36 órán keresztül emészti. Ettől lesz különleges ízű a kávé. Leszik, mikor kakil. Összegyűjtik a kakit. A kakiból kiválogatják a babszemeket. Lemosszák, szárítják, és enyhén pörkölik. Nélküle nincs a világ legdrágább kávé. No, én azt hiszem, hogy ennyi ízelítő elég, hiszen ebből is kiderül, hogy ez a leírás, ez tulajdonképpen nem feltétlenül csak egy útleírás, hanem annál mindig sokkal több. Tehát amikor ez megvolt és népszerű lett, hiszen tudom, akkor pihenés következett, vagy már is egy új gondolat, hiszen azért tudjuk, hogy lépegetve az időben rövidesen megjelent, hogy az vagyok, aki vagyok. Vagyok, aki vagyok, ha úgy tetszik. És ez is egy különleges pillanat lehetett, hiszen ez a kis regény is olyan dolgokra fókuszál, amelyek a mindennapjainkban fontosak. Igen, ez teljesen mai regény. Na most agy mondjam, amíg ezt, hogy bennem volt annyira a közlésvágy. Ezt 2 hónap alatt megírtam, az biztos, hogy most már egy kicsit átdolgoznám és átfrissíteném. De mivel azt mondta az olvasóimnak a többsége, mert ebből tényleg egy darab sincsen, ebből sem, meg ebből sem most már, hál' Isten, hogy neked írnod kell, de tudtam jól, ahhoz, hogy írjak, nekem is fejlődnöm kell. Tehát elkezdtem megint olvasni, és közben figyelni magam körül. Ez a regényem, ez 2018-ban jelent meg, tehát mi rengeteget utaztunk Budapestre is, és nagyon sokat beszélgettem fiatalokkal, egyetemistákkal, főleg pénteken, amikor jöttek hazafele, hogy mi az a dolog, ami őket foglalkoztatja. Ugye azt mondják, hogy addig fiatal az ember, amíg fiatalok között mozog és hallgatja őket, és figyeli, és tanácsot tud esetleg adni nekik a jövőjükkel kapcsolatosan. Ebben az egyetemisták, illetőleg a 30-as fiataloknak az életérzését próbáltam leírni, főleg a fiatal embereknek a nézőpontján keresztül, hogy látják a lányokat, a női nemet. Mégpedig egy művésztanár, illetőleg egy modell és egy informatikus fiúnak a szemszögéből próbáltam ezt a kis regényt megalkotni, és tehát természetesen... Tehát ez egy olyan több szálon futó történet, ami tovább gondolásra késztet bennünket. Igen, igen. Általában ez a specialitásom, hogy úgy mondjam, hogy sosem zárom le a regényeket. Mindig kérdezik, hogy lesz második kötet. Nem, én úgy vagyok vele, hogy az első az úgy jó szerintem, ahogy van, a második már nem biztos, hogy olyan jól sikerülne, mint az első. És hogy tényleg arra késztetem a olvasóimat, hogy gondolják, hogy ugye több kimenetele lehet, és így végig gondolhatják ezt, hogy hogyan is. Jó. Most arra nincs sajnos időnk, hogy ebbe is belelapozzunk, igen, viszont hiszen mondtam, hogy itt van a szeretet, avagy kárhozat kötet, ez az új, viszont ebből kérünk egy rövid részletet, annál is inkább, mert hogy Sajtos Lajos barátunk írta az előszót hozzá, egy gondolatsort hadd idézzek tőle. Nem egy romantikus lányregénybe csöppen, írja ő, hanem súlyos kérdéseket feszegető drámai helyzetekbe. Az író a két főszereplő naplóját és ezzel életük fontos pillanatait, nagy titkait tárja fel. Azt hiszem, hogy ha ebből egy részlet rávilágít arra, hogy továbbra is ragaszkodsz ahhoz a mélységhez, ami a Vagyok, aki vagyokban megjelent már, csak kicsit másként nyilván. Igen. Tulajdonképpen ezek azt mondhatnám, hogy novellák, és ezek a novellák, ezek azért fölfűzhetjük, mint a gyöngyöt a szálra, összefüggnek valamiféleképpen, tehát a múlt és a jelen. Múltban is járunk benne, és a jelen történéseit úgy lehet megismerni a múlt történéseink keresztül. Gyakorlatilag ez egy napló, az édesanyának a naplója, mégpedig Szarának, aki a tragikus sorsú anyuka,
és az a titok, ami én talán ezt a, azért szeretném elolvasni, talán ezt az első részét. Egy rövid részt kérem. Ezt a rövid szépen részét. Akkor, jó? Jó, a Szarának a... levelét, illetőleg a lányának a levelét. Mert ez a lényeges. Már nem mardosta a lelkemet a fájdalom, egyszerűen telibe kapott egy várakozással teli új érzés, hogy nem leszek egyedül, mint a kisujjam, visszatérhetek távoli gyökereimhez, vissza egy új hazába, a távoli Olaszországba. Először csak kukán ültem a repülőgépen, és pici ablakomon át bámultam ki a fejemből, bele az ég kékébe, majd az egyre magasabbra szárnyaló gépmadár előtt fodrosan feltornyosuló tejfehér felhők sűrűjébe. Meredtem a nagy semmibe. Aztán céltalanul kaparáztam az ölembe ejtett utazó kistáskámban, és az ujjaim belebotlottak apám fényképébe. Néztem, néztem, sokáig. Meleg tekintetével nézett vissza rám, és gondolatban beszéltem hozzá, felidézve a hozzáírt legutóbbi levelem sorait. Kedves apa, a gondolataim még kuszák, nézd el nekem, de papírra vetem, hogy könnyítsek lelki terheimen. Közel 17 évesen szembesültem azzal a ténnyel, hogy nincsen anyám, csak apám. Anyám rákban elhunyt, gyorsan végzett vele a gyilkoskor, 3 hét alatt. Kimondhatatlanul fáj, hogy örökre elhagyott, és hogy nem vele együtt tehetem meg a hozzád vezető utat, amit ő oly hosszú időn át áhítva dédelgetett a szívében. Jól emlékszem arra a keddi napra, amikor délután bementem anyuhoz a kórházba, és ismételten próbáltam lelket önteni bele, hogy tartson ki. Bágyadtan feküdt szegénykém egy ágya szobájában, törékeny teste beleveszett fekhelye fehérségébe. Keskeny, puha, finom vonalú készfején kanultű égtelenkedett, melynek vezetéke az infúziós műszerfallal állt összeköttetésben. Türelemmel viselte el kínjait, a bökések nyomait, melyek kékesfeket és véraláfutásos voltát erebélyesedtek porcelánfehér bőrének zománcán. Amikor meglátott, az életfénye csillant fel szemében. A fájdalomtól megtört arcvonásai egyszerre kisimultak. Megint olyan szépnek láttam, mint amilyen mindig is volt. Leültem az ágya szélére, megsimogattam az arcát, és megpuszilgattam. Ápolt, puha, szabad kezét ujjaim ölelésébe fontam, hogy felmelegítsem. Szemével intett, hogy hajoljak hozzá közelebb. Néma jelekből is megértettük egymást. Felfogtam, hogy szeretne mondani valamit. Rossz érzés fogott el, mert a hangja megváltozott. Erőtlenné vált. Tekintetéből az életfénye elszökni igyekezett, mintha már lélekben ott téblábolna a mennyek kapujában. Drága kislányom, érzem, lejárt az időm, süttogta. Nagyon szeretlek, és mindig is szeretni foglak. Te jelentetted az egyedüli fényt az életemben. Önzőség? Nem. Nem, anya. Egyáltalán nem. Puszítam meg az arcát. Aztán újra megsimogattam és megpuszilgattam. Éreztem szívem lüktetését a torkomban. Képtelen voltam megszólalni. Az ügyvéd barátunknál mindent elrendeztem, nem kell aggódnod a jövőd miatt. Ő rá továbbra is számíthatsz, míg elrendeződnek itthon dolgaink. Légy bátor és erős, és maradj olyan talpra esett és aranyos kis nagylányom, mint amilyenné megpróbáltalak felnevelni. Egy röpke pillanatra derűsuhant át az arcán. A szomorúságot csomózd össze, és dob hátra, mondta szeliden. Aztán mély levegőt vett, mint aki erőt gyűjt az utolsó nekifutáshoz. Várni fog rád egy szép új élet. Végre megismerheted a rokonaidat, akik közel állnak hozzánk, és nagyon szeretnek téged. Tudd, hogy örökre velem maradsz, és odafentről vigyázni fogok rád. Nagyon szeretlek, kislányom, és bocsáss meg nekem, lehelte halkhangon még egyszer utoljára. Kérdezni, válaszolni már nem tudtam, csupán a műszerfal hosszú sípjának tompa üzenete jelezte, hogy az angyalok érte jöttek, és szárnyaikkal átölelték meg fáradt lelkét. Bárcsak sugna még a hangod, anya.
anyu az ügyvédbarátunknál letétbe helyezett búcsú leveléből és végakaratából tudtam meg, hogy vannak élő rokonaim, és közülük te maradtál nekem, te az igazi apám, meg nagyapa, mégpedig Olaszországban. Anya mentségére szolgál, hogy rendkívül tudatosan és óvó szeretettel alakította az életemet. Már világos számomra, hogy miért kaptam olasz keresztnevet, miért beszélt hozzám és mesélt nekem kiskoromban olaszul, és hogy miért tanultam meg olyan jól az olasz nyelvet, amiért utólagosan is hálával tartozom neki. A nagy titkáról, amit oly mélyen őrzött sebzett szívében, a naplójának sűrűn telerót oldala is árulkodtak. Így tudtam meg, hogy folyamatosan tartotta veled a kapcsolatot, részese lehettél életem minden apró és jelentős rezdülésének. Fényképeket, majd videót is küldött neked az első totyogásomról, minden szülinapomról és az iskolás éveimről. Regénybe illő volt számomra a ti szerelmi románcotok, ami anya megindító soraiból rajzolódott ki előttem. Nem tudtam eldönteni, hogy sírjak-e vagy örüljek, mert anyu egész kósza életébe mindkettő belefurakodott. Te szinte mindent tudtál rólam, habár valójában nem voltál jelen az én életemben, ami nagyon fáj. De most már világosan értem a miérteket is. Anyám szívből szeretett téged, te voltál az egyetlen, igazi és örök szerelme, noha aztán mind a ketten éltétek a saját életeteket. Mint anya, utolsó hozzám írt leveléből megtudtam, nagyon készült hozzád a nagy találkozásra, hogy megismerjelek, és a hiányzó éveket némiképpen, mint apa és lánya bepótolhassuk. De jött anya kegyetlen betegsége, amit szerinte a sors rót ki rá, mégpedig büntetésként az elhallgatott bűnéért, amivel mindvégig engem védett. Ő volt az őrző angyalom, egy bátor, nemes és erős lélek, amiért örökkön-örökké tisztelni és szeretni fogom. És valójában ki is vagyok igazán? Fontos tudnom, hogy ki a másik felem. Ahogy szépen sorban göngyölődött föl előttem a rejtély fonala, először becsapottnak éreztem magam, aztán a Vezúv kitörő tüzes nyíla így tomboltak bennem. Próbáltam, és próbálom megfejteni, megérteni, és megemészteni a miérteket, és azokat, akik közel álltak és állnak hozzám, főleg anyámat, meg persze téged, meg nagyapát. Káosz ült a lelkemben, aztán meg remény, mert ti vagytok az utolsó köldökzsinórom, ezért nagyon szeretnélek végre személyesen megismerni benneteket. Tudod, már alig várom a lelkem legmélyén azt a pillanatot, hogy rend legyen oda bent. Remélem, hamarosan válaszolsz. Üdvözöl lányod, Zara. Nos, azt hiszem, hogy ebből a levélből is kiderült, hogy miért is érdemes majd kézbe venni ezt a kötetet, illetve hát mindet, ami még kapható a boltokban. Én nagyon szépen köszönöm, Ágnes, hogy megtiszteltél bennünket, és bízom benne, hogy most már a koronavírus járvány után gyakrabban fogunk találkozni a Vörösmarty Társaságnál, vagy bárhol másutt, és köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. És kedves nézőink, önöket pedig szeretném arra szólítani, hogy igen, olvassanak, figyeljenek, mert hogy egy rendkívül érdekes és nagyon fontos kötet van, amely megmutatja a mi életünket, az önök életét. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra!